Az interneten mozizom, az otthon vár. Nálam a bot kormány, előttem popcorn track. YouTube sztár, megint melodikat lopkodtál, lopkodtál. Minden negatívat blokkoltál. Sziasztok, én Vász vagyok, és ez pedig itt a Mi van Hip-Hop. Újfent! Mivel mostanában próbálkoztam komoly témákkal, amik láthatólag nem nagyon érdeklik a közönséget, ezért kénytelen voltam elhozni egy számotokra megfelelő történetet, mégpedig Bája Lex gyerekek ajtókat rúgdost, célba vette a rappereket, Gangsta Döglit, Zolit és Dopement. Ez lesz a mai témánk, hogyha kíváncsiak vagytok a beefre, akkor tartsatok velem, előtte még megnézzük persze a nap zenéjét. Velem csak a gond van, bocsi, menj a faszomba, bocsi, ezt kimondtam, bocsi. Történetünk főhőseinek káváriája nem most kezdődött. Már lehetett tudni, hogy régebben is voltak ellenérzéseik egymás felé, legalábbis az öregeknek biztosan annak kedvesen figurát nem nagyon tudták hova tenni, de hát idézzük fel, és utazunk vissza egy kicsit a múltba. Homokszem került a gépezetbe, illetve nem akarom sértegetni a Bája Lexet, egy ismeretlen, mondjuk úgy, hogy porszem került a gépezetbe. Michael Kors meg a Gucci, bassza meg a pillas egyetek. Mivel Bája Lex a modernkori SP, habár ez nem jó példa, mert SP-nek volt hangja, akkor a modernkori Kozsó, így nyilván a rapperekkel lesz valamilyen szintű ellentéte, hiszen a pop iparban mozgolódik az egyik, amíg a másik a rap iparban, és ez nyilván általában üti egymást, habár manapság nem annyira nagyon nagy az átfedés sok esetben, de itt ez kizárható, úgy gondolom. A hol a f***ot Szóval megjelent egy cikk, amire egyébként én is reagáltam, hogy Bája Lex berúgta az ajtót a szomszédjára, mert túl hangosan hallgatta a zenét. Én ugyebár csak ennyiben kommentáltam. A lényeg az volt, hogy felszólítottam mindenkit, hogy csak képzeljék el a történetet, illetve bemutattam az ajtót. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb. Szóval csak, hogy időrendi sorrendben haladjunk, nem is olyan régen megjelent minden hírportálon, minden média felületen az, hogy Gangsta Döglit, Zoli és Dopement kibékültek, egymásba borultak, megbeszélték a kis gondjukat, bajukat, hogy hosszú idő után így egy ilyen műsor keretein belül tudják ezt majd elmesélni a néző közönségnek, hogy hogy is volt, mint is volt. Na de, kis videót is mellékeltek emellé, amiből kiderül, hogy végeredményben ez egy ilyen műsornak a felvételén történt, aminek egyébként nemrég egy kis részlete kikerült Ábrahám Robi csatornájára, ahol szegény Bája Lexen nevetgélnek. Kinevetik őt. Bizony. Nem gyengén. Várjál, már megnézem ki az! Szóval itt Gangsta Döglit Zoli elmesél egy történetet, ahogy ő emlékszik arra, hogy egy backstage-ben hogy és mint találkozott a Bája Lexel, milyen sztorik voltak ott, és hogy elvileg ott pánikrohamot kapott, félt a közönségtől és nem mert kilépni a színpad elé. Na de Bája Lex ezt egyből meg is cáfolta egy posztban. Persze előtte felhívta volna Gangsta Döglit Zoli, de ő nem vette fel, mint kiderül a posztból. Nem veszem fel, én nem, le vagyok, mém itt van. Egyébként az is kiderül a posztból, hogy ez a Bája Lex egy milyen kedves kis emberke, milyen kedvesen tud a kommentelőinek válaszolgatni. Gyökér vagy te, válaszolta az úriember. De legalább rappernek nem gondolja magát, ez mindenféleképpen megnyugtató. Nem csak a muskát zavart, az emberek is zavarják. Állítólag ez nem történt meg, és hogy ők ott nagyon jókat beszélgettek, meg iszogattak, és nagyon nagy spanok lettek a Gangsta Döglit Zolival, így nem várta volna ezt, és hogy szerinte ő egy ilyen plegyka cica, vagy valami ilyesmi, és ja, de egyébként igazából a videónak ez volt az ihletettsége, amit mindjárt hosszasabban is kifejtek. Ez a része, hogy pánikrohamajban koncertet, ez azért annyira nem mulatságos, mert ő nagyon sokan szenved. Nem szép dolog nevetni a pánik betegségeken, pánikrohamon, mentális betegségeken, stb. Stb. Ripakodott rá Velsz is az idősebb rapperekre. Figyeljük meg egy kicsit más szempontból, világítsuk meg más szempontból ezt a dolgot egy kicsit, és mondjuk így vizsgáljuk meg azt, hogy mi történt akkor a Bája Lex esetében, amikor több éven keresztül mondjuk úgy szellemileg visszamaradott emberekből csináltak bohócot, média, ipari kelléket, terméket az X-faktoron keresztül, amikor ilyen szerencsétlen embereken röhögött a fél ország, mert nyilván így castingolták be őket, nyilván ez volt a cél, nyilván kitermelt ilyen formákat, mint a Varga Irén, mint a Manuel. Meg lehet nézni, hogy mi történt a kis felfedezetjével Alival is, aki miután megnyerte az X-faktort, azóta is falunapokon 8 kötőjel 10-12 éves gyerekeknek énekli, hogy be lehet kapni a kukiját, kis pálott kukiát, és lehet szopogatni, mint egy Scooby Snacket. Minden mellett egyébként az X-faktorban évről évre egyre fiatalabb,
és egyre fiatalabb embereket nyomtak a reflektor fénybe, akik nyilvánvalóan sem mentálisan, sem semmilyen szinten nem voltak erre felkészülve, és egyébként ez látszik is, egyébként tényleg elég csak ránézni egy-két ilyen figurára, meg egyébként a legtöbb el is tűnt, maradjunk annyiba. Nyomok egy lájkot, jönnek a lájkok, Bye Alex. Bye Alex, mint morális iránytű. Jó pofa. Nem vagyok két perces, múltkor fél napig bírtam. Király. Na de ennyi voltam mára. Kövessetek be, iratkozzatok fel, eddig még nem tettétek meg, aztán legközelebb találkozunk a következő videóban. Yeah! Mi megmászott a rambitre, patintok egy rakétát, gyere ma érd át a pénzt, de tippin állam a tapétát. Patintok egy rakétát, megmászott a rambitre, patintok egy rakétát, pénzt, de tippin állam a tapétát.